kísérlet az folyamatosan megy. Technikailag két részből áll az egész munka. A könnyebbik, amit most csinálunk, ez lényegében az érzékelés technikája. Ezzel odáig szeretnénk eljutni, hogy az operatőr egy színes képet lát maga előtt, és ez a bizonyos pilot light sugár, ez mint ahogy egy 2 forintosra teszünk egy papírt és egy szeruzával, grafittal át montírozzuk a képet. Ennek a sugárnak a háttere a videójelben, tehát a képben egy olyan átszínezést eredményez, egy komputertechnikai analízissel, amit az operatőr élőben lát. Egy daganat eltávolításnál az ép és kóros határnak a megkülönböztetése alapvető követelmény. Ezt is nagy mértékben talán előbb segíti ezt elő, mint az, hogy milyen típusú daganatról van szó, és ehhez nem csak a klinikus és nem csak a technikai, a mérnök kell, hanem nem szabad elfelejtünk, hogy a korszövettanász, aki a diagnózist felállítja, az is szükséges lesz. Tehát a teambe, a közös csapatmunkába, a helyszínen, a műtőben fog 3 féle szakma közreműködni. Tehát magyarán arról van szó, hogy eddig mondjuk, én kicsit durván fogalmazom, tessék mondani, nem így van. Azt, hogy hol van a kóros egészségesnek a határa, hát inkább biztonság kedvéért mondjuk egy daganat, rossz indulatú daganat esetében, mert sokkal nagyobb területet kellett kiírtani. Igen, most pedig megbízhatóbban meg lehet határozni, hogy ezek a szövettani ott a helyszínen végezhető vizsgálatok alapján, hogy meddig, hol van az a határ, ameddig el kell jutni. Igen, ezt reméljük ettől. Természetesen ez még nem a közeli, hanem talán egy kicsit távolabbi jövő. De hát végül is a kooperáció folyik, igaz? Az folyik. És reméljük, hogy eredményes lesz a betegek számára. Mindenképpen azt kell nézni, és ez különösen igaz a rossz indulatú daganatokra, mert valahogy ott egy kicsit sürgősebbek a dolgok. Most én tudom, hogy ez furcsán hangzik, de mindaddig, amíg az ember nem fekszik bent. Tehát itt nagyon kedélyesen lehet erről elbeszélni, de szóval benn már ugyanez a kép másképp néz ki. Na most még egy gondolat ehhez. Most azt, ennyi azzal leintézni ezeket a kérdéseket, hogy miért pont te foglalkozol vele? Amikor, és akkor jönnek a számok, hogy a világon ennyi, meg Amerikában hány milliárd dollár, meg Magyarországon. Akkor nem mindig azzal válaszolok, hogyha ugyanezt a kérdést mindegyiknek föltennéd, akkor ki csinálná? Arra vállalkozik ott, most ezt a konkrét Igen. kísérletet illetően, hogy egy föltárt, mondjuk egy föltárt daganatnál megmutassa ott, ha úgy tetszik, élő egyenes adásban, hogy ott a sejtek egy rákosak-e, és ha igen, meddig a határig, igaz? Igaz. Nagyon sok kísérlet kell ahhoz, hogy technikailag ezek az elképzelések kiforjanak. Tehát tessék elgondolni, hogy az időm 60%-át tudom erre fordítani. Na most a 60% is megosztik még úgy, hogy mert azért olyan is van, hogy reggel fel kell 5 órakor keljek, 5-től 6-ig tudok sötétbe itt dolgozni, mert ha jönnek a kollégák, akkor kezdődik a műhely második felébe. Na most, tehát úgy összehozni mindent, hogy itt is gördülékenyen menjenek a dolgok, meg kívül is. Na mindent összevetve. Azt hiszem, hogy a legnagyobb segítség nekem ebben, most nem tudom, ezt kérdezte, hogy mi lenne nekem, ha magamra hagynának. Most úgy értem azt, hogy ha itt zavartanom, tudnám ezt folytatni, amit eddig folytattam. Tulajdonképpen nem ezt akartam kérdezni. Kérdezni azt akartam, hogy ebben is passzivitást tapasztalt? Nem. És én a passzivitást azért idézőjelbe teszem, mert ez nem rossz indulat, vagy nem féltékenység, vagy nem. Ez egy eredője egy csomó, több mindennek. Na most itt szó sincs arról, hogy én most valaki, hogy paraszkodik, hogy nem értették meg, amit akartam. Itt nincs erről szó. És szóval hozzátartozik a munkához valamit megértetni. Tehát olyanná tenni, hogy az vitán felül legyen. Szóval ebben tulajdonképpen a segítséget megkapja. Maximálisan megkapom, igénylik a segítségemet. Tehát helyesebben az együttműködésemet, és ez a legtöbb. Uh-huh. Tehát az a tény, hogy,
hogy felhívják a feleségemet, hogy holnap menjek be műtétre, ez a legnagyobb segítség. Tehát az, hogy valakitől várnak valamit, az... Világos, ez a bizalomjele is, meg egyben segítség. Akár bizalom, akár nem bizalom, de az, hogy igénylik azt, hogy valaki nekem azt mondja, hogy gyerekomám csináld, akkor megyek és csinálom. Vannak megfigyeléseim, és ezek a megfigyelések akarva, akaratlanul egy elméletté kezdenek összeállni, független attól, hogy annak abban az elméletben mennyi az ismert, mennyi az ismeretlen, és ki hogyan reagál, és hogyan. Világosan értem, amit mond, annál is inkább, mert hát körülbelül mélyebben is tudom, miről van szó. Szóval azt mondja meg nekem, most gondoljon arra, hogy elég jelentős nézőszám hallgat bennünket. Tehát e pillanatban most azt mondja meg nekem, hogy mindazt, ami akarva akaratlan, független előképzettségtől, a dologra való rákészüléstől és így tovább, tehát magáról, a saját személyéről beszélünk magyarul, akinek ehhez gyakorlatilag inkább csak ilyen empirikus megközelítésben vannak tapasztalatai és előképzettség, meg gondolom már olvas is veszettül hozzá. Föltételezem, hogy kéne olyan szaktekintély, akinek a véleménye, akinek elmondhatná a megfigyeléseit, és megerősíthetné benne. Igen, igen. Na most, igen. Szóval az, hogy... következő a helyzet. Szóval minden olyan hozzáállás, ami akár vélemény, akár mi, ami ezt a dolgot tisztává teszi, vagy érthetővé teszi, vagy a gyakorlathoz összehozza, ami ilyen történik, az ügyet viszi előbb. Ki volna olyan szaktekintély? Ki volna olyan, akinek szívesen mutatná meg, akiről tudja, hogy ez a foglalkozás a fő iránya, aki ebben a legmegfelelőbb, és akinek nagyon izgatná a véleménye? Én Romhányi professzorról láttam egy riportfilmet a televízióban. Itt annak alapján, annak a műsornak a hangulata, a Romhányi professzor viselkedése, a megnyilvánulásai, azok nagyon nagy hatást tettek rám, és én nagyon szeretném, hogyha meg lehetne hallgatni a véleményt. Mit mondjam? Tessék beljebb fáradni, mert... Mit mondjam? Mit mondjam? Csodálkozástól lehet valamit mondanom? Tessék befáradni. Mindaz, amit hihető? Uram, nagyon kíváncsi lehetett engem, amit hallottam. Amit hallottam. Tessék fáradni. Na, kíváncsi vagyok. Remélem meggyőz. Hova, ki hova ül? Megvan a hely? Mindenkinek? És lesz egy sok műszer. Én beülök a belső szépen. Ez egy nagyon régi mikroszkóp. Mindegy, az jófajta mikroszkóp. Ez már tud is valamit, ugye? Tud. Mert látszik rajta. Ez egy nagy sejt. Igen. És benne tulajdonképpen vannak granulumok, vagy pedig mitokondriumok, vagy partikulumok, és mindegyiknek interferencia gyűrűje van. Miért van neki? Valami interferencia van, igaz? Hát ezzel szeretnék... Ez egy interferencia. Mozgassuk meg egy picit a képet. Lehet ezt mozgatni? Lehet. Ó, nem dől össze? Tessék parancsolni a helyet foglalni. Ugye ez az? És én... Ja, ez innen ment oda? Igen. Innen működik. Na most én először változtatom a... Jó, a hát akkor nagy mélységélességét a képnek. Hát az interferencia. Csoda. Most vagyunk a zében. Ez kérem szépen, a mag még mindig interferenciáltak, és itt vannak ezek a bizonyos granulumok, amelyek körül ezeket a nagy interferencia gyűrűket kaptuk. Tetszik lehet? Igen. Igen. Ez a jobbik kép. Nagyon jó. Na most ezek az interferencia gyűrűk milyen információt hordozhatnak? Igen. Én is szeretném először mozgatni. Tessék szíves. Megmozgatjuk egy kicsit, bocsánat. Igen. Igen. És a élesség hol van? Itt van. Ezek az interferencia gyűrűk, most nagyon kint vagyunk a síkból. Én azt hiszem, hogy körülbelül ez volna ennek az egyen. Na most... Ez egészen bizonyos, hogy ez interferencia jelenség, mert az Ádámnak nem egészen ez a megfigyelése. Én erre rátekintve azt mondtam, hogy ez az interferencia jelenség. Még úgy tűnik. Na most én azt szeretném azzal kezdeni, hogy... Engedtessék meg nekem azt, hogy esetleg vad dolgokat mondja. Hát én is azt, hogy szabadon elővezetve.
Azt tűnt fel, hogy ezek a struktúrák, vagy ez a jelenség, ami interferencia gyűrűknek tűnik, ez nem szabályos. Tehát az interferencia, a sejten kívüli gyűrűk, azok valóban szerintem annak tűnnek, de amikor bejövök a mélységélesség változtatásával, akkor ezek a struktúrák valami különös változást mutatnak. Miben volt ez felvéve? Levegőn? És szárazon. Igen. Szárított. A dolgot finomítani kell, mert nem csak levegőn, mert akkor nagyon nagy törésmutató különbségek vannak a levegő és a vörösvésed között, hanem legfedni gumiarabikummal, és akkor azt megszárítani, és akkor nincs rajta fedőlemez, és akkor vékony gumiarabikum, az rászárad, és akkor kérem szépen majdnem rokon törésmutatója van, és akkor a finomak érvényesülnek. Sokkal szebb lesz. Az érdekes akkor, az volt az első érdekes megfigyelés, hogy ezek a hulkok, amelyeket az előbb mutattam, itt van egy ilyen felvétel, széthasadnak. Tehát, mint ahogy professzor úrra is hivatkoznak az irodalomban, hogy hogyan szerveződnek kollagén rostokká ezek a struktúrák, ugyanaz, mintha visszafelé is igaz lenne, hogy ezek, mint ha elképzeljük, hogy kötélből lenne ez a húrok, elemi szálaira szedhető szét. Hát ebben annyiban van igaza, hogy nem membrán ez? Nem. Nem membrán? Nem. Szeretném az volna, ugye? Én nem szeretném az lenni. Ez olyan dolog, tetszik tudni, mint amikor két ember beszélget, mi nézzük, és igen, nem értjük. Úgyhogy tessék szívesen a laikus emberek számára, mi az, amit az Ádám mond, hogy ő megpróbálna megoldani? Azt, hogy ezeket a különböző rétegekben keletkező interferencia ábrázolásokat, vagy képeket integrálja, úgy, mint ahogy azt integrálja például a komputer tomográfia. Rétegenként összerajzol. És akkor ebből egy tér szerkezet jön ki. Hát ezzel próbálkozik? Ennek a technikának ez a lényege. Akkor lesz ez valami átütő, morfológiai, biológiai módszertan, hogyha ezt komputer tomográfia címén, vagy annak... Sejtomográfia. Úgy van. Uram, ez igen. Na már most, uram, hagyjuk a izét egyelőre. Ez az én objektív ajánlatom. Hagyjuk a daganat keletkezésének mély problémáit. Darabig. És valósítsa meg, kérem szépen, ennek a műszernek a tökéletesítését. Szóval a ma is idézett, de még 1980-as felvételen hogyan is mondta Kovács Ádám, hogy belőle mindig csak egy rész kellett. Kovács Ádám úgy egészben nem. Hát ha semmi más nem, csak ez a tapasztalata ennek az utóhatást kereső kis oknyomozásnak, amit most bemutattunk, már akkor is megérte. Tudnélik, most aztán Ádám szavaiból is így derül ki, meg hát a kép is ezt csugalta, most már igazán Kovács Ádám úgy, ahogy van, egészében kell, tehát az a bizonyos Pilisboros Jenői Maszek, Kovács Ádám, az onkológiai intézet, Romhányi professzor, aki Pécsről utazott föl, kíváncsian, hogy megnézze, mit is tud ez az ember. Ez most már olyan fajta együttműködés, ami azt hiszem utóhatásnak nem kedvezőtlen kép. Hát szóval akkor most, amikor elbúcsúzom, csak annyit hadd reméljek, hogy nem egyszerűen csak fölidéztünk, vagy informáltunk, vagy tájékoztattunk, hanem ennek az utóhatásnak talán egynél több tanulsága is maradt azokban, akik megnézték. Ilyen is, olyan is. Hát ebben a reményben akkor hadd búcsúzzam el. Viszontlátásra.